Megtörténtek a beiratkozások a Madarász Imre Egyesített Óvodába. Gulyás Ferencné intézményvezetőt kérdeztük a részletekről. A beiratkozáskor a szülőknek lehetősége volt, hogy személyesen jöjjenek el az óvodába, de elektronikus úton vagy telefonon is megtehették ezt. Az intézményünkben megvalósult a következő nevelési évre a beiratkozás. A szülőknek lehetősége volt rá, hogy személyesen jöjjenek be, és egyeztessünk a beiratkozással kapcsolatosan, illetve volt lehetőség arra is, hogy elektronikus úton vagy telefonon a járványügyi helyzet miatt. De nagyon szép számmal vették igénybe azt, hogy bejöjjenek és személyesen beszélgessünk, hiszen az igazi azért ez, amikor a gyermekeknek az óvodai beiratásáról van szó. 118 kisgyermek iratkozott be, még 12 olyan kisgyermek van, akit a napokba fogunk várni a beiratkozás, úgyhogy összesen szeptembertől új óvodás kisgyermek a 9 óvodánkban körülbelül 130 fogja megkezdeni a óvodai életet. A járványügyi szabályok enyhítésével lehetőség nyílt a szokásos ovis ballagás megtartására is. Nagyon örültünk neki, hogy itt május végével a kormány lehetőséget adott arra a jogszabályokon keresztül, hogy az óvodákban is megtarthassuk az évzáró ünnepségeinket, a ballagásokat, hiszen ez egy család életében nagyon nagy élmény és egy nagyon nagy pillanat, amikor az óvodás évek véget érnek, és elkezdődik egy új életszakasz a kisgyermekük életében az iskola kezdés szeptembertől, és igen, ilyenkor ezt szeretjük ünnepélyes keretek között a családokkal együtt lezárni, így most ettől a héttől már elkezdődnek május végével az óvodai évzáró és ballagó ünnepségeink. Szabadtéren, csak szabadtéri keretek között lehet, és fogjuk tudni megtartani ezeket a programokat. Így aztán minden óvodába kijelöltünk olyan napokat is, hogyha esetleg esős időpontra került a szervezés, akkor egy későbbi időpontban egy héten belül azért újból megpróbálkozunk a ballagó ünnepségekkel. Így egy picit a létszámkorlátok is, létszámhatárok is korlátozásra kerültek, hiszen azért ide nagyon sokszor, nagyon sokan jönnek egy-egy kisgyermekhez, és azért ennek még nincs itt az ideje, úgy gondoljuk, úgy érezzük szabadtéren sem. Úgyhogy kicsit korlátozott létszámmal, de minden gyermekhez azért a szülők jöhetnek, testvérek jöhetnek, és így nagyon szép, és bízom benne megható, és egy emlékezetes program keretében fogják az óvodát elbúcsúztatni. Az óvodától fognak a gyerekek elbúcsúzni. A korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan július 1-től bezárnak az óvodák. A jelenlegi tervek szerint a korábbi évek hagyományaihoz hasonlóan július elejétől zárnak be az óvodájaink, akkor már minden óvoda bezár, és ügyeleti rendszerben a Táncsics körút 19-es és a Kuthen úti óvodánk fogja ellátni az ügyeleti óvodai ellátást igénylő gyermekeket egészen augusztus 20-át követő hétvégéig, és ott fogunk utána nyitni teljes erőbedobással az új nevelési évre készülve. Az évzárók után megkezdődnek a szabadtéri kirándulós programok, az Akácliget fürdőben lesz a Sportolj velünk családi program, de készülnek az egyhetes táborokra is az óvodai tehetségcsoportjai is. A tehetség műhelyhez kapcsolódóan a középsős és nagycsoportos gyerekek részére. Készülünk folyamatosan, hiszen itt a nyári időszakban az évzárók után megkezdődnek azok a szabadtéri, kicsit kirándulós programok. Hát most nagyon messzire azért nem merészkedünk és bátorkodunk, de most már ugye kinyitott a gyógyfürdőnk, az Akácliget fürdő, ahol a terveink szerint még szeretnénk megtartani azt a Sportolj velünk rendezvényt, amit minden évben szoktunk. Úgyhogy ezekre készülünk, illetve hát készülünk még a táborainkra is, hiszen ez is nagyon nagy élmény valamennyi gyermekek számára, akik ugye évközben a tehetséggondozó csoportjainkba munkájába vesznek részt, és akkor az évzárásaként egy egyhetes tábori program keretében tematikusan a tehetségműhelyekhez kapcsolódóan minden óvodából részt vehetnek a középsős és nagycsoportos gyerekek. Úgyhogy erre is készülünk, ennek is a formáját úgy fogjuk megszervezni. Ahogyan egyrészt a jogszabályi keretek erre nekünk lehetőséget adnak, másrészt pedig ahogyan biztonságosnak látjuk a helyzetet, bár nagyon örülünk neki, hogy most azért egy nagyon komoly javuló tendencia mutatkozik ki a körülöttünk, a környezetünkben, és ez lehetőséget adott itt a nyitásra különböző területeken.